Nagyon fontos számunkra, hogy a protokollnak megfelelően ezeket az intézkedéseket minden térben és be tudják tartani a gyerekek. Ezért például a maszk használata a közösségi terekben kötelező, az osztályban ajánlott. De azt kértem a gyerekektől, hogy például játék közben, amikor közelebb kerülnek egymáshoz, akkor mindenképpen használjanak maszkot. Ezen kívül a mosdóban a fertőtlenítők elhelyezése, illetve az osztályban is a fertőtlenítő, amivel a kézmosást is tudják akár helyettesíteni, de napjában többször figyelünk arra, hogy a fertőtlenítés megtörténjen. Én személy szerint azt gondolom, hogy ha betartja mindenki az intézkedéseket, és figyel arra, hogy ezek a szabályok minden szinten, minden korosztályban megvalósíthatóak legyenek, akkor nem lehet probléma. Ezen kívül a gyerekek azt mesélték nekem, arról beszélgettünk, hogy már nagyon várták az iskola kezdést, hosszú volt az az időszak, amelyben nem tartózkodtak nagyjából közösségben, hiányoztak nekik az osztálytársaik, természetesen személy szerint nekem is hiányoztak a gyerekek, én azt gondolom, hogy minden pedagógus így érzi, hogy vágyik arra, hogy a gyerekeket újra lássa és újra közöttük legyen.